Szeva mindenki, itt Azé, a.k.a. Azazel, a.k.a. az a motherfucker. Üdvözlök mindenkit a csatornán. A mai napon folytatni fogom a Segbe Credo-nak a legújabb részének a végigjátszását. Szeva, Giorgio, kösz szépen. Plexno, Dominik, Loci, Loked, Charlie Firpo, szevasztok. Láttam a bannolást. Képzeljétek el, hogy azért megnézitek a videó leírásában, azért egy elég erős képen van, és futnia kéne rendesen a játéknak 60 fps fölött, de bármit állítok, nem akar. De mindegy, jó nekem így, ahogy van. Ez az. Szevasztok, srácok. Bibike itt van mellettem, majd ilyen 3-4 óra múlva kell neki alukálni. Nem sokára alvás, igaz? Igaz? És akkor majd lesz egy nagyon rövid szünet. Szevasi, Máté. Are you ready to crush the Athenians? Yes. I'm ready for war. Rikító piros vagyok, basszus. Csat. Na, azt kéne kitalálni, hogy tudom magam gyógyítani. Mert hogy tegnap itt szerintem 3-szor egymás után elbuktam. És most jó lenne azért már haladni is. A történetben tovább, nem csak bénázni. Nagyon jó az a cipő, amit tegnap vettem, srácok, ez hihetetlen, hogy mennyit számít, hogy mennyiért veszel cipőt. Az Adidas narancssárga, ez valami fenomenális. De rendesen meg kellett szoknom, hogy ennyire jó. Még az Air Force-hoz képest, vagy igen, Air Force, Air Max-hez képest is. Nagyon jó. Bébis nézi itt az iPadot, nem az öldöklést nézi, ahogy azt higgyétek. Enzo, köszi szépen, hogy itt vagy és beköszöntél, és jó játékot neked az AC-hez. Neked hogy tetszik? Nagyon fasza, oké, és királyság. Én nekem is ez a véleményem. Na, föltöltődött az életem, de hogyan? Jó. Egyszerre 4-et hallod? Hallottok rendesen, igaz? Nem hangos a játék. Hangomhoz képest. Gyulladjál meg alatt.
És itt is kálázódnak velünk az ellenfelek, igaz? Mindig ellenfeleket mondok. Az a baráti megnevezés. Ugye, de ezek ellenségek, hiszen halált érdemelnek. Na, sokkal jobban játszom, mint tegnap. Kellett ezt bemondani. Milyen helyzet kell pisilni? Kuc-kuc. Na, de elsőre meglett. Tegnap harmadjára. Tényleg, én milyen piros voltam, amikor kicsörgött a telő pont, pakoltam össze a PlayStation 4 Pro-t, lett helyette fehér Pro. Semmi gond, te sem. Azt az elején vagyok még nagyon, király. Igen, hallani mind a kettő. Minden streamet visszanézek, jó lesz, megyek is, sziasztok. Szeva Enzo, köszi, hogy itt voltál. Ja. Na, mit kaptunk? 22 katonát megöltünk, és 4 kapitányt, hogy ebbe 22-ben volt benne a 4, vagy azon kívül azt nem tudom. Minden esetre 4050 XP-t kaptunk, ami már majdnem egy szint szerintem, és kaptunk 990 drachmát, egy epic íjat, és 8 darab ásványt, és haladunk előre a történettel. Egészségetekre! The wolf requests the presence of the mercenary. We shall be up to him in a moment. With respect, he wishes to see the mercenary alone. What? I said the commander I wishes. I heard what you said. I just don't understand why. Those were his orders, sir. Na, faterunk odarendelt minket, vajon tudja, hogy mi vagyunk? Az. Very well. It appears I have other matters to attend to. Hallom közben, csak segítek a kisfiúnak. Na, nagyon szépen köszönöm, Charlie! Dobok egy cseppet a poharba, belement? És sikerült? Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 172-t, tesám. Na. Na, most találkozunk először a faterunkkal. Páter. Vajon tudja ő, hogy mi vagyunk? Azok. És pártai rúgással. Tudja vajon? Szerintetek? So you are the champion who won us today. Tell me your name, hero, so that I may greet you as a true warrior.
here, Pater. It's been a long time. Impossible. I saw you fall. I didn't fall. You fucking threw me to my death. I did what was required of me as a Spartan. I've made my peace with that. You need to as well. You were my father. You were supposed to protect me. You were reckless. You forced my hand. I was protecting my brother because you wouldn't. The Oracle decreed that Alexios had to die. Her word is absolute. You know that. You can't cower behind your sense of duty anymore. Enough! I can't change the past, Sandra. I will live and die a Spartan. There's a large reward for the mercenary that can collect the wolf's head. Is that why you're here? Duty won't save you from the ghosts of your past. Now you will answer to me! I'm going to watch the light fade from your eyes as you die by my hand! Gah! I loved you. And your blood. Oh, dude. You were never truly mine. What do you mean? There's something you need to ask, Mother. Sandra. Sandra. Beware the snakes in the grass. Shut. Nem kegyelmezünk. Gyerekeket dobál le a szikláról. Jó tudom, Spárta. Szevarát, Rodi, gyek! Ti mit választottatok volna? Megkegyelmeztettek volna neki? És azt mondta, hogy nem az övé voltunk. Viszont így a spártaiak is ellenünk fognak fordulni, ugye? Most ezzel oldalt váltottunk? What's the meaning of this? By all the gods! What have you done? Adjere. I came here to get revenge against the man that tried to murder me. And that's what I did. Traitor! Adjere. Mi van, öcsém? Na, mi van, öcsém? Traitor. I have my head for this. I need to get out of here. Shoot up. Te is menj innen. Mondom, menj innen le. Oda le. Oda le. Úgy, úgy. Na, viszlát. Én lerúgtam volna. Ja, ja. Megérdemelte. De igazából, hát ez volt a teszt, mert hogy ugye a spártaiak így a legerősebbeket akarják megtartani, de hát basszus, hát túléltük, tehát hogy még azt is túléltük, hogy ledobtak minket. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mi erősebbek vagyunk, még a halált is túléljük, érted? Ez egy paradoxon volt. Elkerüljük a halált. Öthet, ja, aha. De vajon most mi görögök, vagyis na. Most melyik oldalon állunk? Hát, hogy oké, görög, igen, minden esetben görög, de hogy nem vagyunk valódi spártaiak, vagy? Mit akart mondani, Fater? Én gondolom mind a két oldalt meg fogjuk hallgatni. Te van Brian Norton. Brian Norton, vagy Brian Orton?
Ő meg kaptunk íjat. 11-es Legendary Sword. Jöhet. Ability. Van egy pontunk? Igen. Jó, hát a közelharc dolgokat fogjuk fejleszteni, mert hátrányban vagyunk. Shieldbreaker. Brian a halálos uramban, miatt az Orton a Pankrátor. A régi Twitch-em az Hajnal Dávid, csak nem tudok belépni. Ah, ja, értem, értem. Te van. Jó van, köszi szépen. Bálintka, Gini kutya. Róluk tudok nyilatkozni. Köszi szépen, te hogy vagy? Na, lovacska, hol vagy? Szeva Outlaw Matt. Szeva mindenki. Chip calling. Ki ez a mi hajónk? És Barnabással kell beszélni. Ne, ugorj már bele vízbe. So, did you kill your father? Step az Anonymous. I suppose the gods won't judge you too harshly for a step patricide. Nikolaos raised me, trained me. He was my father, even if he did try to kill me. Is that better or worse? No matter. Yours isn't the only complicated family in the world. Minden a kicsi fiú. Azt elkérem, jó? Mit? Az mi? Pringles? Pringles szeretnél? Egy pillanat, hozok a kis fiúnak Pringles-t. Nem a Barnabásba megbízok. Bajának kilakik itt koncert? Jaj, tesóm. Jó lenne, de baja. Most voltunk Békés Csabán. Sopronba. Két legtávolabbi hely, ahol felléphetünk. És baja, akkor tessék, a... benne van a top 3-ba szerintem. De nagyon szívesen mennék, vannak ott ismerőseim. Meg halászlét bevállalnám, jó kis bajai halászlevet, a tésztást. Te szereted? I'll think about it. Good.
Hamarosan, a Komárom az kurva közel van. Az egy óra. Egy óra. Nem mondom pontosan. Back to business. You know where to meet Elpinor, I suppose? His home is in Pilgrim's Landing. But Klaus's last words to me were a warning of snakes. Semmi. Sounds like you should make extra preparations. Elpinor is the one who should prepare. 1 óra 14 perc, ez piti. Semmi. Alatt annyira nem eszem, aha. Szóval a Freaky VD Miskolc lesz még hamarosan, na hát az sincs közel. That old house? It was barely standing to begin with. I meant Kefalonia. A sickness has spread across the island. They say it started in Kausos. Komárom fölfele van, Sopron. A térképet nézed ugye? Akkor Sopron bal föl, Békés Csaba jobbra. Thanks, Varnavas. I'll keep that in mind. Let's go. Elfáradtál? Tényleg? Finom? Nem csípős? Helix kreditet kaptunk. Miért? 200-at? Ez ennyire piti. Szia, Fruzsi! Neked is! Multiple quests accepted. Na nézzük meg azokat a Helix krediteket. 200-ból mit veszünk? Semmit. Small pack of drachmas. Ancient tablet map, az természetesen 300-ba kerül. Na nézzük. Addon. Ja, hogy ezek nekünk megvannak a DLC-k, mert 100 euróért vettük a játékot, hogy 3 nap előtt tudjunk játszani. Vagy 2-vel a megjelenés előtt. 500, nem akarok nagyon semmit venni. Miért nem adott nekünk 1000-et? Ja, lovacskákra nem nagyon óhajtok skineket venni. Megy a lovacskára, főleg nem ilyen pegazus. Viszont ez nagyon jól néz ki. Meg ez a piros is. Ez Brutkesz. Ez fasza. Time Savers. 300-ak természetesen. Na mennyibe kerülne? Na hagyjuk. Ezeket kaptam. Na mit tudtunk 200-ért venni? Featured Harvester of Time. Ez mi? Ez egy spear. Epic spear. Kérjük. Ja, és tudjuk upgrade-elni az arcokat. Anyas a Spear, az is 11-es. Az nekem bevált amúgy, a Spear. De most megnézem ezt a legendary kardot. És mi a quest? Consulting a ghost, vagy the wolf's fate. And travel to Pilgrim's Landing. Collect her reward for the wolf's head. Ez messzebb van. Jó. Vagy? Oracle. Jó, hát először begyűjtöm. I am the jungle, vagy jungle. Christoph és Roland üdvözöl, én is üdvözlöm őket, vagyis titeket, vagy őket. Anyag elegancia shop az már csak pakson van. De van víz, yes. Outlaw mat, szevasztok.
pick up that salvage! Mondjuk ez a női kórus ez. Szevasz, suck my cock. Minden ok, sikerült, te akartál külföldre rendelni, igaz? Lakik itt ruhát? Szólj, hogyha nem sikerült. De erőszakosan megyek bele ebbe a fájtba. Újjúj, innen húzunk a faszomba, a fenébe, bocsánat. A probléma lesz. Tudja, ja, vagy várjál? Tudna linkelni ki a shopot, aha, igen, ja, igen, keresek. Német kártyával lehet -e fizetni, biztos, persze. Majd értekezni kell a pólomániásokkal, annyi. Jó, kiuggatták a vitorlámat. Igen, ezen a honlapon is majd dolgoznom kell kicsit. Semmire nincsen időm. Mindig azt akarom csinálni, tegnap is akartam jönni, ugye, mert hogy péntek van. Hogy bébikét lefektetem, ugye időbe, és akkor mesélek neki, elalszik, megvárom, és utána jövök. Csak mindig annyira fáradt vagyok, gyerekek, hogy ilyen 10 és fél 15 között már alszom. Csak kivesz belőlem. Szokni fogom ezt aztán. Meg a streamelést is be fogom osztani. Tehát egyik nap zenélni fogok, másik nap streamelni. Ezt így fogom csinálni egész héten. És ilyen 3 órákat fogok streamelni. Tehát 2 naponta lesz stream, ennyi. Let me know what you need. Megoldjuk! Upgrade, igen. De egyesek vagyunk. Nem tudunk upgrade-elni, nincsen semmi. Cső, Annabel! Te van Vityóka, minden ok nálad. Kirhában vagyunk. Van egy quest.
What's your problem? What don't I have fucking problems with? The Oracle for one, the sea for another. And don't get me started on my crew. You have business with the Oracle? You're a long way from the tree. Had business. And my business is none of your fucking business. I ain't shopping for a merchant. Köszönöm a követés, srácok! I am a god. If you want something done, you'll have to do it yourself. You're right there. Király, minden meló miatt nem volt sok időm streameket nézni, most nézem vissza YouTube-on a részeket. Királyság. Hány százaléknál tartok? Ó, szerintem 5. Blade, igen, december környékén számítsatok új zenékre, okés? Malaka, I came to see if you needed help. Fuck you, no one asked you to. You know what? Fuck you. Okay, sorry. Been a bad day. Alkezd, de úgy tűnik, igen. Minden esetre nagyon szimpatikus nekem ez a karakter, akivel vagyok. Az a helyzet, srácok, hogy minden nap ilyen 6-7 óra fele, inkább ilyen 6 és 7 között azt érzem, mint hogyha kihúznának a konnektorból, tudod? Nána Jézus, jól, neked? Hát az időn ez nem látszik. So, you sought the Oracle's advice? Her? Fuck no! I'd rather seek counsel in the wind from my ass. Then why did you seek her out? De valaci. I suppose no harm in telling you. She lets me know where the pilgrims are coming from. December 8-án Krubinak lesz egy koncertje az akváriumban. Úgy tűnik, hogy teltházas lesz, úgyhogy arra jöhetnél a születésnapot ünnepelni. Fuck no. She asks her. Még hányszor fogja mondani az epetis szót? Then she tells me. Simple. So where is the shark's tooth? I wouldn't fucking be here if I knew, would I? Okay. Let me rephrase. Ez felháborító. Where was the crew meant to be? Ez egy családbarát. Rím. I sent my családbarát. Girl Yiki off. Pilgrims get stuck in the shallows round here. Jobb a voice-a, mint a másiknak a pajnak eskü hallani a görögbeütést. Oh, your girl? Yeah, best hand I ever had and more. Look. Na, Blade király, akkor találkozunk. Will you? I'll pay. Pólós idő van épp a bakonyban, de azért a jégkrémet még nem durrantanám. Itt is most mondjuk pólós idő van, de amikor lementünk sétáltatni a kutyát, akkor azért ilyen 10 fok környékén volt, bár utána lementünk, és amire már visszafele tartottunk, már túl voltunk költözve. Engedhetem, mit nézel? Aha. Jó. Azért hogy meg van csinálva ez a környezet? Ah, Mistyos. How was Megaris? The wolf is dead. Excellent. The full amount is promised. You expected me to haggle? Come now, Cassandra. It isn't every day I have someone kill their own father. But he wasn't your real father, was he? Adonis, tud. How did you know Nikolaus was my stepfather? I love theater. All of the arts, really. A great general throws his own children off a cliff on the say-so of the Oracle. It is a tragedy for the ages. You think my life is entertainment? No, my friend. It is art. I know, I know. Ez a karakter, ez durva nagyon. Come. Tell me, Mistyos. Did you learn anything worthwhile in your dealings with the wolf?
he mentioned my mother. She still lives? Not for long, I'm afraid. What are you talking about? You're going to bring me her head, of course. Are you out of your mind? You killed the man who raised you for a sack of coins. I only assumed you wanted your family dead as much as I do. Malaka! You think you can play with me? I'll cut out your tongue! So disappointing. What was that? De igen, mondjuk ez durva volt, hogy egy sack of coinért kinyírtuk a saját apánkat, nem? Tehát, hogy... Na mi a támadásom? Még? Megetted? Okés, egy pillanat, ezt le kell... el kell altatnom a bácsit itt. Aluszkálnia kell neki is. Ugye? Neked is, ezt tudod? De neked nem úgy, mint a bácsinak. Hát ez mit csinál? Pillanat. Paprikás Pringles-t eszik a kisfiú. És na nézzük neki. Elpenori Nygaard's to your search for the woman. If anyone would know her whereabouts, it would be that crazy priestess at the Asclepios Sanctuary. I'd go myself, but she terrifies me. Yours, Antonide. Antonide. This is a ship manifest. Elpenor's selling weapons to both Athens and Sparta. He wants this war to go on. Miért pont Jason? Péntek 13. Miatt, ugye? Azért már a kerületet is elneveztük péntek 13-nak. Mert hogy 13. kerület. You were right about the Cephalonian peasant girl. She led me right to the mysterious near the ancient ruins of Cranioi. You did good work tracking them down. Now, to get them both to trust me, did I ever tell you I was a fan of theater? As for you, find your payment in Focus. Signed, Elpenor. Ez az Elpenor, ez ki a... Ez valamit tud. Sőt, ez mindent tud. The Wolf's Helm. Megkaptuk apánk. Fejdíszét. Idézőjeles apánk fejdíszét. De fölmegyünk, szinkronizálunk. De szub mostanában lemarad, de pótlom. Vityóka, közé szépen ott van még. Laci G, örülök, hogy ott voltál, és örülök, hogy tetszett. Ezek görögök, igen. Na királyság, köszönöm szépen. Fast travel unlocked. Aha, tehát ezeket a szinkron pontokat kell aktiválnom az, hogy fast travel ezek. Jó, én most a fő questet fogom csinálni.
Snake in the Grass. Ez egy kilométerre van, Delphi. Ez pedig valahol itt van a környéken. Still in Pokish. Igen, és honnan tudom, hogy hol van? Most Pokisban vagyok, igaz? Az igen. Ezt hogy tudom kideríteni, hogy hol van az ember? Nem, Pilgrim's Landing, de Pokis. Daughters of Artemis. Hát ez nagyon jó. Ezt nem fogjuk tudni kideríteni így hirtelen. The Omniscient warned Cassandra about snakes in the grass, so when Elpenor tried to kill her in Pilgrim's Landing, he'd finally shed his skin and revealed his deceitful and deadly nature. Okay. Jó, mindegy, csinálok mást. Ezeket magamnak kell kinyomoznom. Hill of the Sacred War in Pokish. They are east of Bullish Military Camp. Azt se tudom, hogy itt mi van, hanem hogy ez. They are treasure hunting in the cove. Megnézzük ezt, hogy mi. Thorhund, királyság, örülök, hogy ott voltál, és örülök, hogy tetszett. Fasza volt nagyon. Jól éreztük magunkat, meg nagyon össze volt rakva a színpad. Mondjuk a terem akusztikája miatt ugye kevésbé lehetett érteni a szöveget, de kihozták belőle a maximumot, amennyit tudtak a hangosítók. Aha, most benn vagyok egy erődbe, igaz? Nem baj. Szeressük. Szóval itt is az van, srácok, igaz, hogy az ellenfelek azok skálázódnak az én szintemhez, ugye? Loot treasure. Abból 3 darab van, és egyet már megtaláltam. Még van 2. Megvan a 3, amit fel kell égetni, és itt a kapitány is. A kapitány ez pont itt van alattam. Fele életét levettem. Ott egy szponzor alul. Ezeket meg kell ölni, hogy a bounty az kevesebb legyen.
Ezt miért nem tudtam assassinate-elni, ezt nem tudom. Támadja? Itt van egy Bounty Hunter a közelbe. Na, én is meggyulladtam, szuper. Így van, autó a level scaling, de ki is lehet kapcsolni elvileg. Igen, tényleg? Hol a harmadik? Ott. Itt bent. És ott a kincs. Olyan mintájú merchet nem terveztek, amilyen a megszállott szám alatt van? Hát nem nagyon terveztünk, lesznek újak. Hát lesznek újak majd. Nem gyűjtöttem fel? De felgyulladt pedig. Na. Tervezünk újat, meg új logót, meg minden. Kovács Gergő, használsz valami olajat? Bazsomot a szakálladra haza, mert nagyon pacek. Köszönöm szépen, tesám. Most pont nem, képzeld el, mert a Felici elvitte magával ezt a Miracle Oil nevezetű hajolaját. Azzal kenegettem, így egy-két csöpp elég volt ahhoz, hogy így a kezemmel szétkenjem, és utána a szakállamra rá. És akkor hát most száraz, száraz érzésem van tőle. Csak sajnáltam a pénzt ilyen szakállolajakra költeni, mert ilyen 10-20 ezer forintokba kerülnek, és mindegy, de megéri, fogok venni. Te a Petya, Mamut. Elsőnek köszi Békésebán a fasz a kampánykoncertért, Movie Mates. Másodszor is az előző adásban említettél kettő cipőt. Azokat honnan vetted, melyik oldalról, vagy melyik boltból? Minden oks? Mutatom, Szeva Zsolti, szevasztok srácok, Mini Csabi. És szerintem ez az Assassin rontotta el az egész játékot. Hogy érted? Mi ez? Foodshop.hu. Tud zongorázni? Nem tanultam, valamennyire tudok, de nem.
Nem tanultam. Egy cipőszponzor kéne nekem amúgy. De hát most feleséges, vettem két cipőt. Elég lesz egy pár évig. Nekem is ornatám van. Na, igen, nekem már képzeld el, szerintem fél év van meg az ornatám. Nézd. Tehát, hogy kikopott ez a mágneses könyöktámasz, meg a D betűm teljesen lekopott. Tehát az ilyen, nekem a billentyűzeteim nem szoktak kikopni. Pedig rendesen használom őket. Úgyhogy elég gér alapanyagból van összerakva. De a Pixeltől fogok kapni egy Fnatic mechanikus Cherry Silent Red RGB billentyűzetet, ami nagyon fasza, ilyen nagyon stabil. Mi a véleményed erről az új Assassin's Creed stílről, amit az Origins behozott? Tényleg fontos kérdés, jönnétek Angliába fellépni? És utolsó, aztán békén hagylak, webshop Angliába is kihozza? Igen, kihozza, külföldre lehet rendelni, de kell beszélni a pólomániával előtte. Tehát fel kell venni velük a kapcsolatot, vagy telefonon, vagy e-mailbe, segítőkészek, és úgy meg lehet velük beszélni, hogy működik a szem előreutalásos, de ők megbízhatóak, és kiküldik utána, csak elmondják, vagy telefonon, vagy e-mailbe, hogy mi a teendő. Aztán mit kérdeztél még ilyen? Angliába? Már voltunk föllépni Angliába, szívesen mennénk, persze London szerintem egy nagyon jó hely, de máshol nem is nagyon voltam Angliába. Szívesen mennék, Londonba is elmennék megint, vagy bárhova máshova is. Hogyha hívnak, akkor megyünk. És mi a véleményem az Assassin's Creed-ről, erről az újfajtáról? Nekem tetszik, nekem az Origins is tetszett. Nekem inkább az nem tetszik, hogy ezt a jövővonalat elhanyagolják, tudod? Meg az elő dolgokat, meg nem tudom, nekem pont attól volt misztikus az egész, hogy ez a vonal benne volt, tudod? Nekem a kettő az nagyon beütött, de mindenkinek, gondolom az ütött a legjobban, hogy tényleg amiről szól, ami a háttértartalom volt, tudod? És most már tök el van hanyagolva ez a vonal. Ez mit is tud? Nem sokára kell alukálni, ezt tudod? Még egy picit nézheted az iPadot, jó? Wasting food? What do you mean? Aztán alvás. They burn food offerings to Ares, while people like me go starving. They must have piles of food in their camp. Szeva, Mr. Borsó, Vazul, Alex, Szeva, yes. Balkex, Szeva, sajnálom. Nekem egy évben van meg a VHSD-t, kicseréltem a nyirakra, de még semmi nem kopott rajta. Nekem igen. Hát én nagyon gondolkoztam, tesóm, a Corsairnek a 50-60 ezer fontos billentyűzetén, de hát nem fogok ennyi pénzt kifizetni egy billentyűért még egyszer. Black Widow Chrome-án volt nekem, úgy csattogott, mint a... Na mindegy, inkább nem mondom ezt a hasonlatot, amit ki akartam mondani. Itt a kisfiú. Nem fog még egyszer 50 ezer fontot költeni billentyűzetre. Megáll. Na ki, miért támad rám? Ja, hogy ez egy mercenary. Égjetek. Fújjújjújjújjúj. Ez. Hihetetlen, amikor egy fa belejön az arcomba, harc közben. Minden oké, kisfiú. Orrodat ne fújjuk ki? De gyere, kifújjuk. Gyere ide, apához, kifújjuk. Olyat már nem kasz, mert hogyha fölkelti, eszünk valami finomat, gyere. Gyere. Kifújjuk a orrod, jó? És fújjuk. Erősebb. Még?
Úgy ügyes vagy nagyon, várjál. Jó. Tudjuk ennek a tábornak a nevét, amit most kicsináltam? Leader House. Nem megyünk a kérdőjelekre. Azok alapján tudjuk betájolni a questeket. És itt amúgy lesz még egy mercenary, akit most agyonlövök. Tizenkettes. Nem tudom, alig tudom kivédeni. De egy szinttel nagyobb, mint én, és agyonöl. Te van 4-20. Mi a vélemény a Dishonored első és második részéről? Nekem nagyon bejött. Nekem egy kicsit ilyen szegény ember Bioshockja feelingem volt a Dishonored-nél, és ezért nem játszottam vele, de úgy tűnik, hogy nagyon nagy hiba volt, mert az emberek nagy részének nagyon tetszett a játék, nagyon jó kritikákat is kapott, és egy nagyon jó játék, de sajnos kihagytam. A Far Cry 4-et vettem, egyáltalán nem bántam meg. Nem, Mr. Borsol királyság jó játékot. Bánt a királyfi velem gémelni? Hát, még kicsi. Játszadozik meg iPadon a játékokat, azokat nagyon képbe van velük ilyen gyerekjátékokkal, azokat kívülről, belülről vágja. De azért az ilyen kontrolleres témákat még tanulnia kell, de majd megtanulja. Most nem mondom ki, hogy tegnap mivel játszottunk, mert akkor rááll az agya, és akkor azzal akar játszani. Na mindjárt egész van, egy kicsit még húzom, hadd nézze a iPadot, és akkor utána szólok neki, hogy alvás, mert ilyenkor délután van alvás. Hogyha nem alszik, akkor mit csináltok? Azaz, oszolj. Oszolj. Oszolj! Na. Guest house. Még jó, hogy belenézett az arcomba, és úgy meg tudtam ölni. De kár, hogy nem tudom arcon rúgni. Há? Égjetek, rohadékok! Ha!
Ezek meg fognak tölni. És jön egy másik hátulról. Néha szoktam látni a kommentedet a Happy Hour alatt, rendszeresen követed a VR-es srácokat? Szoktam követni őket, igen, amikor van időm. Átlak. Slik. 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 Na gyere ide, bébiz, gyere. Gyere ide, apá. Gigi. Jöjjön ide, Gigi. Gyere, gyere. Így kell hívni. Gyere, Gigi. Gyere, Gigi, gyere. Gyere, Gigi. Apa, tolj be. Arra ide jövjük a Gigi. Gyere, Gigi, gyere. Nem alszik. Hol vagy, Gigi, gyere. Gigi kutya, gyere! Szerintem alszik, megnézed, hogy hol van? Nézd meg! Most láttam Instán, milyen királyul tudsz varni, na? Na megvan a Gigi? Mit csinál, alszik? Fölkelt a Gigi, gyere! Gyere Gigi, gyere, gyere! Ugye bébiszkének is kell alukálni, jó? De nem. De bébinek kell aluszkálni. Oké, és? Kell aluszkálni most már. Jó, bébiszke, megbeszéltük. Mondtam, hogy mindjárt kell alukálni, és bébi azt mondta, hogy oké. Okay. Jó? Mindjárt jövök, lefektetem a kisfiút, oké? Na-na.
Na, itt vagyok, srácok. Szevasztok. Iszonyú zenéje van ennek a játéknak amúgy. Végigment a fülembe. Ki ez a 11-es? Ez ki ez a 11-es? Ez hihetetlen. Szevasz Éva Mátéka. Vajon lesz eronyája. Miért jön egyből ide ez a rohadék? Hát ide szalad.
De 12-es hallod. Megjelent a 12-es emberünk. És belém vág. Igen. Szavareszkesetek. Csak sikerült ez a kis terület. Szevatiba, köszönöm szépen, jól neked. Még egy ember itt van, nem álvozom meg. Ez 9-es csak. Azért ez is kemény, hogy 9-es az ember, én meg 11-es, és így majdnem elpicsált. Tehát attól távol van, de hogy... És hol volt az emberem itt? Na, Tiba, királyság, jó kis program. Meg hangzik. Jaj. Itt meg van valami vezér? Pókembert nem vittem végig. 100%-ra.
96%. Na, tartok. Nem erőd. Hoppá, sziasztok. Kérdőjel. Freedom Cry, azt most nem tudom hirtelen, hogy melyik. Vityóka, még nem gyógyultunk meg teljesen. Van egy ability pontom. Még vannak cuccaim is. Ilyen van 11-es. Camembert sajtom is van, jól láttam. Érdekes felső. Szevakajti. Szevasztok, srácok. Camp of the Bow Beavers. Egy 12-es tábor. Ja, de én is 12-es vagyok már, akkor nem szóltam. Baszd meg, lebuktatott a farkas. Nincsen éveszem, nyilveszem. Well done, my friend. Persze, hogy pont erre nézett. Egy gond van ezzel egyéniségű.
Hát ezt a tábort kiiktattam, úgy tűnik. Ott a treasure chest. Igen, Ricsike, nekem is jobban tetszettek a korábbiak. Viszont a bounty a fejemen az problémás. Úgyhogy ezt kifizetjük. Aha, már kijöttem. Ja, nem. Nem tudom, hogy ez mi például. Na, miért nem? Aktív a lovam? A szép ugrás volt. Itt outro rajta van valamik az instrumentál lemezen? Azt hiszem nincs. Nincs. A két introm. A legújabb nincs. De majd csinálok nektek egy újat. Amikor lesz időm. És ezt tényleg minden alkalommal nyomni fogom. Ez most mi? Gimnázium. Oké. Mit gondolsz, hova mész? Itt van mit rabolni gimnáziumból. Red Dead után kb. Es feletti a többség szerintem, mármint ezt a játékot? Hát az Assassin's Creed fanok azok beérik vele. Hát persze. Van, aki a Red Dead-et nem szereti, magát a settinget, tudod? Ezt a cowboy világot. Ez miért? Még nem csináltam szerintem ezt a kéket. Welcome my friend. My name is Sargon, curator of mythical and extraordinary antiquities. I have everything your heart could desire. Szava Boti. Provinz Szava. Mi mennyi volt? I've never met a merchant so proud of his goods. Oda néz, milyen arcfestésem van a felső miatt. The finest in all the Greek world. I promise you that. Or may you strike me down. 3%-tal. I'm always happy to part with some drachmi if the price is right. I'm not interested in drachmi. The only currency I accept is orichalcum. I've never heard of it.
Orica Arkum, Indiana Jones. Fate of Atlantis. Játékot én 99 euróért vettem, hogy tudjam előbb streamelni. Tiszta Hellblade. Complete daily quests and specific war contracts or bounties to obtain more Orica Arkum fragments. You can trade them with Sargon against epic or legendary items, or let the gods decide with the Olympian gift. Hát nézzük. Ez jó lenne, hát nincsen ilyen, nem? Ez egy darab. Ez mi? Azt se fejeztem be. Nem fejeztem be a Fate of Atlantist. A crate of good wine was lost at sea. Pirates sank a merchant ship. I need that wine for tonight's banquet. Telón. Nem olyan szoktam telón játszani már semmivel. A Super Mario Run vagy Mario Run-nal játszottam, a Raymanekkel. Amikor iPhone-om volt, akkor régebben voltak ilyen kockás játékaim. Kocka póker volt, és kibaszott jó volt a kocka mechanika. Meg kell rázni a telefon, tudod, és akkor kijelölted, hogy melyik maradjon. Hát kockapóker. Azt nagyon szerettem, és akkor új asztalokat, ilyen posztós cuccokat, vagy márvány, vagy ilyen új asztalokat, új kockákat tudtál előhozni, az nekem nagyon-nagyon tetszett. És mivel játszottam még, várjál, most milyen játék van a telefonomon? Lara Croft Go. Hearthstone, Clash Royale-oztam. Skillwalker, 7. hónap. Nagyon szépen köszönöm, tesám. Szevasz, Skillwalker. 7. hónap. Szevatesz. Igen, az új játék már teljesen eltértek a régebbiektől. Régen az volt a lényeg, hogy stealthben a bokorban kellett bujkálni és elkapni az embereket a kis rugós csuklós picskával. Duklobicskával. Most meg ránézel a játékra, és mit látsz benne? A Dark Souls-ot. Nem tudom, miért távolodtak el ennyire az Assassin's Creed lényegétől. Feels bad, man. Írja Blood Moon. Jogos. Jogos a felvetés. Hát talán azért, figyelj, hogy nem mindig ugyanaz legyen. Igen, azt a mechanikát jobban ki lehetett volna dolgozni. Amúgy. Ahogy ezt az Assassin mechanikát még jobban, egy új engine, vagy valami, hogy ne legyen teljesen ugyanaz, de azért a franchise-nak a jól ismert elemei megmaradjanak. Értem én, amit mondasz. Én nekem az első trailerek alapján nem tetszett a játék. Gondoltam, nem is fogom megvenni, de hát összes megvan. Az összeset megvettem, az összesen játszottam, enciklopédián van, megvan az összes könyv. De nem olyan rossz ez amúgy. Tehát, hogyha játszol vele, meg hát nem ismerjük a sztorit. Tehát egy spanom mondta, nem úgy spoilermentesen, hogy itt azért a misztikus mitológiai részek jól meg lesznek magyarázva, úgy, ahogy azt mi szeretnénk. Hallottok rendesen, igaz? Igen. Offroadozol, az mi? Az telefonos game? Gyanítom, hogy valami autós. Viszont srácok, Call of Duty-zni fogok. PC-re veszem meg. Úgyhogy ha megveszi valaki, akkor orba szálba küldhetjük jövő héttől, amikor lesz időm.
És egy valamit megcsinálok. Meditálok, már nem látok semmit. Tehát ezek a felhők hogy néznek ki amúgy, és azt hiszem médiumra van beállítva. Szia, rég voltam a Benárd, nem volt ide mi újság. Szeva Tiger Jeff, minden ok. Sziasztok, én voltam. Igen, én voltam. Felvállalom. Ó, te ilyen szeretelős vagy. Mit akarsz te? Gyere, csöbb. Mit ugrándoztak ezek itt? Kristóf nagyon jól teltházas volt az összes. Remélem crossplay, de hát remélem lesz crossplay, de hát persze, hogy nem. Hát, az úgy PC, PlayStation, Xbox crossplay, nem tudom. Bár tesóm, most jön ki a Razernek novemberben egy perifériája, méghozzá billentyűzete Xboxhoz. Úgyhogy lehet, hogy, mert a PlayStation is például most kijelentette azt hiszem, vagy azt nyilatkozta, hogy lesz crossplay különböző játékokra. Egy ideig a PlayStation ugye nagyon ellene volt, de hogy lesz Xbox és PlayStation között crossplay, és hogy lehet, hogy erre készülnek már a fejlesztők, vagy a periféria gyártók, hogy majd konzolra csinálják a egeret, billentyűzetet, hogy amúgy az lenne a legfaszább, gyerekek, hogy a PC, Xbox, Nintendo, PlayStation crossplay menne. És mindenki arra venné meg a játékot, ami van neki. Nyilván az exkluzívak maradnának, de hogy mindenki tudna mindenkivel játszani, nem lenne gát. FIFA-t, Giorgio. FIFA-t. Oké? Okay. Szétadnám, túl szép. Szerintem ez lesz majd. Szerintem ez lesz majd, erre lehet számítani. A jövőbe, hogy mindenki tud mindenkivel játszani. Igazad van, Blood Moon. De amúgy jó. Az irányítás nagyon, néha nem fogad szót, ezt minden adásban elmondom, szerintem már unják azok, akik ötször hallották. De hogy amúgy ilyen fluid, ilyen folyékony az irányítás. De nagyon. Na nézzük. Ez nem piti.
Nekem az Origins tetszett amúgy, srácok. Igen. Hopp, telefonom. 30 másodperc múlva kikapcsol, bocsánat. Akkor a hazugság, ez a 30 másodperc múlva kikapcsol, hát odaértem 5 másodperc alatt, bazen is kikapcsolt a telefon. Jó. Ennek sincsen sok értelme, ennek a sasnak. Szeva a szekrényfiók. Nem szeretem a focit, nagyon nem, de az új FIFA-n elgondolkodtam, meglátjuk, hogy állok majd, és lehet beruházok rá, de igen, ami egy sportgame, nekem nagyon bejött az NBA 2K16 volt. Úgy is van, Giorgio. Encore-on töltötted le a játékot? Persze. Már hogyne? Mit gondolsz? Már megvettem. Nincsen ilyen, bazd meg. Nem a életbe. Túlélte, bassz meg. Ugye, ezt már nem fogod túlélni. A rohadt anyádat. Gyere ide. Mondd, gyere ide. Azonnal gyere ide. Azonnal gyere ide. Na. Túlélte. Hát túléli. Bassz meg, hogy ekkor esős hogy lehet? Mert én onnan, de a tizedik küldi után bagos kereket, honnan szedtem működőképes? Csináltam. Gyártottam egyet, tesó. Miért te nem értesz a kódoláshoz? Milyen kalóz vagy te? Ne flagbán, ha lehet. Elnézést kérek. Bocsáss meg. Nem akartalak megbántani. Még hány mondatot kell elmondanom amúgy neked cinikusan, hogy észrevedd magad, hogy egy idióta vagy? Szeri le a faszomról az a faszom az Encore-ról a játékokat, bazd meg. Hülye vagy?
Szerinted hogy streamelhetném azt a játékot, ami tört? Nem látod a pipát a nevem mellett? Majd egyszer felnősz, ezt megveszed a játékokat. Cus, gyerünk. Menjél, bántsad őket. Én nem tehettem meg. Nekem nincs annyi pénzem, hogy megvegyem a játékokat. Akkor ne vegyél játékot, bazd meg. Na. Nem is veszek. Akkor ne vegyél, bazd meg. Na és játsszál velük. Ja, hogy játszani azért meg akarsz. A gépedet is anyád apád vette. Basz meg. Pont beállt. Egy ilyen szar mögé. Nem is olvasom, hogy mit írt. Elszoktam amúgy, de... Nem tudom, hol élnek ezek az emberek amúgy. Csodálkozik, ha nem megy a játék, vágod. Tehát, hogy meg kell vásárolni a játékot. Akkor is vannak benne bugok, főleg Ubisoft játékoknál, de azért kevesebb, mint hogyha törte játszanál. Csodálkozó, hogy nem megy, bazd meg a játék. Ez azért van, mert tört. El van törve. Hiá, szétte! Húje! Azt a kurva élet, gyerekek.
működik. Köszönöm, Giorgio. Azta mindeni. Jó volt, hát ezek erre vannak, tesóm. Úgyhogy használjátok egészséggel. Jó tetted, köszönöm szépen. Szava, Gambi. Mi a helyzet? Működik. Most nem tudom elpusztítani? De. Sad trap. Omer. Nehogy meggyújtsa. Nehogy meggyújtsa. Fölment meggyújtani? Ott van egy csapda neki. Elrobban. Aha, na jól van. És hol a medve? Lövöldözget. Igen, új metrogémet fogom tolni. Képzeljétek el, hogy rám írta az Európa könyvkiadóból egy csajszi, hogy most fog majd ugye a közeljövőben megjelenni a metrójáték, és hogy szeretnének nekem küldeni a mindegyik könyvből egy példányt, és mondtam, hogy azt a mindenségét, hogy én olvastam az első kettőt, és hogy szívesen olvasnám a harmadikat is. Oja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 j
És küldenek majd, sőt küldenek extra példányokat a könyvekből, úgyhogy nektek is tudok majd sorsolni. Képzeljétek el. Így a semmiből. Annyira meglepődtem az, és annyira jól esett, Kecó, hogy már ilyenek is vannak, de miért nem esik le a tetőről? Hát könyörgő, tehát. Sőz, vár. Igen, Homer. Figyelj ide, Homer. Gyere.
Van még kettő kincs. Ilyenek is vannak. A könyveket kifejezetten szerettem, játszottam a játékokkal is. A könyvek nekem nagyon ütöttek, úgyhogy örülök, hogy inkább jobban örülök, hogy könyvet küldenek, mint játékot. Már darálom őket. Egy gyilkológia fölettem. Kész. Rejtőjenő? Aha, persze, rejtőjenőt, ezt szeretem. Az mi? Rejtőjenőt, ezt kamázom, persze. Piszkos Fred. Stb. Szórakoztató, főleg Jimmy az az. Jók. Időben Faternak azt vettem mindig ilyen gyűjteményeket, ilyen a fasz a kiadásokat. Nem ezt akartam. Menjél, cica. Légy szabad.
Együttett a bokrot is. Az igen. Na, ez nem egy tábor volt? De. Az anyád van, te rohadt ég. Kiengedlek, bazd meg, ezt így felállod meg. Te patkány. Amúgy szép a játék. Babi, köszönöm szépen. Fölmenni? Egy kérdőjel. Nikolaus warned me of snakes in the grass, but I wasn't expecting this. Ja, hogy ez? Ez? Na nézzük. Szálljunk előrébb. Snake Temple. Még egy flótás. Kettán. Ott bent is lesz valami. Hopp, ott is volt valami, az valami állat. Bear. Hát be. Jó. Mi ez egy óriás kígyónak a csontváda volt? Ez ilyen erős? Kultiszt. Igen, ez egy óriás kígyó, bazna. Volt.
Ne vegyen észre még. Onnan tudom berúgni. De hogy nem, le tudom. Ezt lát. És itt vagy? Mekkora darab állat vagy, hallod? Isten. Nem tudom a pajzsát áttörni. Fight. Tavo, hello. Tavo, kecsi, hello. Gyógyó, okés. Jó kis játék ez amúgy. Bekapcsolom a telefon. Mondom, bekapcsolom a telefon. Érektelenítes mozi után. Láttad? Velem az? Aquaman, nem, vagy Aquamanra nem vagyok annyira kíváncsi. Egyedül a Shazamra.
Nehezek ezek. Nehezek ezek, baszott. Nem mindenki van jelölve. Miből vannak ezek, Peti? Ezek miből vannak? Thank you.
megtesz életem. Az az a levegőbe basz meg. És föl, itt van a 12-es, vagy a mi az a nagy darab állat, csávó? Hát lerúgtam basz meg a hegyről, azt nem halt meg. Mit kezdek basz meg? Ugye ide, öcsém? Akarodj. Death is coming for you, Alpino. What a shame. Would have made you rich. Look at Kung Fu Panda. You on Kefalonia was a mistake. I am the reason you left that island alive. The cult wanted you dead. What cult? Where are they? Adonis. Mi a faszom? Mi a faszom? Fejet vágtak, nem? Vagy vágott a csaj? Mi a faszom fej volt ez? Tehát a GBMX 1, 2, 3, 4, 5. Snake Temple. Ezt viszem magammal. Az úriembert. Must not burn through. Yeah, yeah. Shit! Őt akartam meggyűjteni, nem magamat bánni. Out! Out! Csak sikerült. Flames, get out! Out, damn you! Na, milyen cuccaink vannak? Meg vannak ability-eink is, vagy egy.
Mi a fasz volt ez? Mi a fasz? 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 Azaz, azaz. Egy gyargya. Rain of Destruction. Mi a fasz? Volt ez? Jó, már ezt keshetek, Szeva. Azaz. GPMX tetszik. Neked? Tetszik. Tetszetős. És mi a questünk például? Oracle of Delphi. Clueless. Blind King-et már tudnánk csinálni. Ja, azok, ez ilyen fotózós, vagy meg kell keresni bizonyos építményeket? Nagyon sajnos, ha ezért nézem a streamed már, mint ezt az AC-t. Jó. Hát ugyanaz az engine, ugyanaz a motor hajtja, mint az Origins-t, az előzőt, ezt az egyiptomit, de ez ilyen spártás, görögországos téma. És jó. Sztori ügyileg még csak az elején volt ilyen modern, jövő, tudsz, hogy valaki belefeküdt, egy csaj. Meg a barátnője, vagy nem tudom ki-e, ketten valamit intézkedtek, és a Leonidasnak a dárdáját vizsgálják, vagy valami ilyesmi. És az alapján jutottak el ez a lányhoz, Cassandrához, aki egy nem is tudjuk, hogy micsoda, mert elméletileg spártai volt az apja, de aztán kiderült, hogy nem az apja volt. És volt itt egy arc, aki megbízott minket, meg minthogyha mindent tudott volna, egy ilyen kultista. Az elején megbíztunk benne, aztán kiderült, hogy egy féreg, egy ilyen kígyócsávó. Őt egy ilyen szektának a tagja volt. És most találtunk nála egy ilyen kis valamit, egy ilyen kis szilánkot, ami még soha életében nem látott, ehhez foghatót a főszereplő, és valószínűleg valami technológia. Ugye a történet igazából csak most indul be. Szevaróli Móka, milyen helyzet, rég láttalak. Tehát még igazából sehol nem tartunk a történetben.
megöltük az apánkat, idézőjelesen, tehát a nevelő apánkat. Nincsenek olyan nagyon magas építmények amúgy. Nem volt meg a technológia valószínűleg. Ebben a korban ilyen nagyon magas építményeket emeljenek. Aha, bejön. Icarus perception increased. Na hol a bejárat, baszat? Cassandra, isn't this remarkable? We're so close to the gods, I can feel Apollo all around me. How did it go with Elpinon? We can talk later in private. Csávó mellett ilyen VTF fejet vágott. Just a simple pilgrim. He just saw the oracle. I couldn't help but ask if she's as glorious as they say. Well... Megolózzuk. Is she? Hogyha az. She left me with more questions than answers. That's the oracle for you. Ez a segünket? It really is the spear of Leonidas. I may have mentioned... Na várjunk, várjunk. Na várjunk? Mi? Tehát, hogy én erre nem is emlékszem, hogy a Leonidas dárdája nálunk van. Hát, még nem teljesen róli munka. Miért van nálunk a Leonidas dárdája, gyerekek? Tehát, hogy hogy a faszomba került az hozzánk? Volt erre magyarázat? Mert nem emlékszem. Nem tudom. Nem tudom. Hogy miért van az nálunk? I would appreciate your showing a bit more secrecy. Well, it's just he seemed interested in legends. Like you. Nem anyu adta Flashus. Maximus kér... Hogyha nem tudom. One more move and the spear will be at your throat. Tell me your name. I also mentioned you can be a little defensive. My name is Herodotus. I'm a storyteller. Or I was. This war is forcing us all to new extremes. That much is true. Nem tudom, hogy ki adta a muter, vagy nem. I'm here on behalf of a man in Athens. A very powerful man. We intend to finally end this war. You told me you came to ask the Oracle a personal question. War is personal, one of us. So? You came to seek the Pythia's guidance on how to end the war. I did. Though something is wrong in Delphi. Guards at every turn, people being turned away. You don't seem convinced the Pythia can be believed. What did she tell you? I asked her to show the path to the war's end. She said, spring should not wish for winter. As it brings death with it. Such wisdom! I don't understand a word of it, but that's why she's in there and we're out here. I know a threat when I hear one. You were on Kefalonia for too long. This line is ridiculous. Are there always this many people to see the Pythia? These are more than just people. Every city sends a Theori, or sacred ambassadors, to seek guidance on behalf of their people. The Pythia not only shapes the destinies of individuals, but of the entire Greek world. Imagine what power one would have if they controlled what came out of her mouth. Apollo controls this. Of course he does.
A Barnabásunk túl naív. Emerült az elem a kontrollerem. This was once an open and welcoming place. But war changes things. People seek out the Pythia for more political reasons. Prophecies in times of war often stir violent emotions. It's wise to keep your blades sheathed. Drawing blood in Delphi is considered an insult to Apollo. Punishment is severe. Viszont ezt továbbra sem értem, hogy jók a szinkronok, de hogy a faszomért nem beszélnek inkább eredeti nyelven, tehát hogy miért nem beszélnek görögül, vagy a fasz se tudja, hogy hogy beszéltek akkor, hát faszom, hogy miért nem beszélnek úgy és feliratozva, hát sokkal jobb lenne az élmény, bazd meg, esküszöm nektek. Én mindig minden eredeti nyelven nézek, a japán cuccokat is, meg koreaiakat, meg bármit, amit lehet eredeti nyelven nézni. Tehát, hogy tök jó lenne. Tehát hány nyelvet megtanulnánk, hogyha mindig az eredeti nyelve, és akkor feliratozva. Tehát, hogy egy pillanat és jövök, srácok. Nem hiszem, hogy van ilyen opció. Mindig az IKEA-ba veszek ilyen elemet, nem annyira tartós, de legalább sok van benne. Nincs vele gondom úgy. Trouble. Trouble? Just walk in. Who's going to stop you? The priest? All right. But if things get out of hand, I'm blaming you, Barnabas. Is she not every bit as great as I said? Ez a Barnabas forma. I'm here to see the Pythia. Only those chosen by the light of Apollo may enter. És megéri, Roli? One goes to the back of the line. Do I look like someone who waits in line? Enter into the light of Apollo, the light that illuminates shadow. Choose your question wisely, mortal, for you have but one. Speak, truth seeker. I lost my mother when I was young. I have to find her. Where is she? It's you! From the visions! The child on the mountain! How could you know that? You need to leave. Now. Leave? Do you have any idea what I've been through to get here? Oh, but I do. While in Kausos, you didn't cower in the face of the priest.
A child and her family still live thanks to you. But how? No one can hide from the light. Please, I've come this far. You must have the answers I seek. Child of the mountain, the cult of Cosmos have eyes everywhere. They will kill you. Cult of Cosmos? The Oracle has spoken. The prophecy is yours. You never answered my question. The Bithia is done for the day. I'm not leaving until I get answers. Irovatos, you're still here. Where's Varnavas? He's gone back to your ship. You don't look happy with your prophecy. She knew who I was. She's the Pythia. It's her business to act like she knows you. That was no act. She said she had visions of me as a child on a mountain. What child hasn't stood on a mountain? I was thrown from that mountain. My life started and ended on that mountain, I'm telling you. She knew who I was, what I'd done. She tried to warn me. Warn you? About what? She mentioned the cult of Cosmos. Does this mean anything to you? I'd heard whispers. A cult unlike any other coming to Delphine. But I paid them no mind. And the Pythia seemed afraid of them. Guards took her away. Took her away? Then the whispers were true. If this cult has corrupted the Pythia, this is devastating news. Do you understand what this means? Through her, the cult controls the world. I need to speak with her when she's not so well protected. That would require a miracle from the gods. She is always protected. I'll find where the Pythia lives, and I will get answers. Cassandra, don't forget. Brute force is useless when finesse is required. Ποιος εμέφερε θέση. Mistios, well, aren't you a sight to my aged eyes? Young, energetic. Perhaps I should just pay for your body instead of your help. Watch yourself. That's not my line of work. Oh, forgive me. I'm amazed the gods would send me someone so well suited to help me, but who is also so appealing to me physically. I'm glad to hear it. Korygos, my husband, is having some difficulties keeping up with my hunger for pleasure. I imagine any man would. Oh, I have many lovers, but he's my soulmate. When we're together, it's indescribable. Then don't describe it. When we were younger, we would run into the moonlit forest, shed our clothes, and pleasure each other until sunrise. Our howls of ecstasy would echo throughout the valleys. By the gods, woman! I said spare me the details. I wasn't expecting a tough-looking mercenary to be so squeamish about a little fun. What does this have to do with me? I've learned of a powerful elixir, which if consumed will give someone the vigor and stamina of Eros. If you can gather me the ingredients, I can make it for my husband. All right, I'll find the ingredients. If you promise to keep your nocturnal activities to yourself. I have some drachmi, and Korygos has more. If you can bring me some bear scrotum and a deer tongue, I can make the elixir. Oh, is that all you need? Don't worry. I'll reward you well. I'm sure Korygos will be thankful also. I'll be back with the ingredients soon. Είναι πολύ όλο και πόρον.
Sandra! Malaka! If it isn't the eagle bearer herself! You got big since Kefalonia! And you got old Photios the dog's breath! Last time I saw you, I think I lit your ship on fire. My ship and my beard! These days, thankfully, I've semi-retired. Do people pay mercenaries here more than they did in Kefalonia? Of course they do! Better than Marcos, that's for sure. Everyone pays more than Marcos. You're lucky I took all his crazy contracts. I was a false learner. He's a rotten cheat. I only accept the easy stuff now. I'm working as a watchman this very moment. The cushy job. Most days. Once a mercenary, always a mercenary. It's a job you can never shake off. Right you are. I'm learning that all the more now. Trouble goes, and comes back twice. Did something happen? A couple of priests ransacked this treasury. They took the sapphires offered by a Thracian king. The bastards. Your employer won't like that. No, but you like this. Make an example of the thieves. You find them and the sapphires, and I'll pay you much better than you're used to in Kefalonia. All right, I'll help you. But... But what? You know, my help doesn't come cheap, Photios. You are always reliable. Deadly and drachmi hungry, but reliable. Shouldn't be long before I find them. Nem ezt akartam, de... Jó lesz így is. Na Jézus, jó játékot. Kösz, hogy itt voltál. Be the cave Photios mentioned. Those priests came this way. Nem úgy sikerült, és kihebe valami dárda, bazd meg.
years. There's Thespina Fort to the south. No matter what the focus in the western part of the Hill of the Sacred War. Western part. As a west. They are inside the Thespina Fort. That már voltunk. Nem tudom, hogy miért van nálunk a Delta. Nem figyeltem, szerintem elkerült a figyelmem pont. Az igen. Ezt jól ide tették ezt a kötelet. Thank you.
see them.
Na, itt vagyok, fölkelt már a kisfiú. Nem aludt olyan sokat. Úgyhogy még körülbelül egy fél órát leszek. Normál hangerőn. Hogy mehet a menet. Mit csinálok most éppen? Ja, ide akarok bemenni. On them, but the sapphires still shine. Csak vissza tudok menni, mert pont ott van egy szinkron. Jokko Ono. De kell visszamennem amúgy. Nem a Valley of the Snake, hanem ide. Fast travel, miért nincs? Mondom, benne vagyok az erődben azért. Droppok vannak most, srácok? Mióta? Mióta droppolgat? Most sűrűn, látom. Most sűrűn csinálja. De vaj, miért? Igen. Látom, hogy most van valami. Látom, hogy most van valami össze-vissza. Droppolgat. Sűrűn. Úgyhogy akkor srácok, legyen az, hogy most lezárom. Okés? Megnézek valami. Na mindegy, srácok, nem tudom, hogy halljátok-e, látjátok-e, amit mondok, de akkor most lezárom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Megpróbálok jönni még egy kicsit, aztán meglátjuk, hogy tudok-e. Ha nem, akkor legközelebb.